Szia, szeretettel köszöntelek! Ma este is folytatom Pablo Picasso-ról szóló apró érdekességek sorozatomat. És vágjunk is bele, folytassuk tovább a szerelmekkel. A II. Világháború alatt Picasso idejének nagy részét Párizsban tölti, és ez idő alatt nagyon sok képe készül, és a 1944-ben egy kiállítása is megrendezésre kerül, ahol sok új kapcsolatot létesít, és egy Guido nevezetű hölggyel, aki 21 éves, ezen a kiállításon ismerkedik meg. 11 évig tart a szerelmük, ekkor Picasso már 62 éves. Aztán, hogy ennek a szerelemnek pontosan mi vetett véget, azt nem tudom, de nem ez volt az utolsó szerelme Picasso-nak. A 7. és egyben utolsó szerelme a 28 éves elvált Jacqueline volt, akivel Moulinban élt a festő. Úgyhogy Picasso elég sokszor volt szerelmes, hogy sokat volt-e, azt nem tudom, de végül is volt olyan kapcsolat, ami 11 évig tartott, úgyhogy elképzelhető, hogy sokszor és sokat volt szerelmes. Holnap is várok szeretettel, és akkor is Picasso lesz a téma. Szia!